Sziasztok, Jancsa Kárpád vagyok, itt van előttem a Dell Inspiron 54822 az egyben laptop, aminek a rövid bemutatóját fogjátok most látni. Amiről így elsőre is lehet látni, hogy 360 fokban kihajtható kijelzővel rendelkezik, ami elég fényesre sikeredett, de erre majd jobban kitérek inkább itt a gyakorlati bemutató során. Nagyon ellentétesek a cikkek és a tesztek, valamint a gyári leírás is arról, hogy milyen anyagból készült a borítása az 5482-es Inspironnak. Én azt mondanám, hogy műanyag. Ilyen ezüst színű műanyag, eléggé benyomható, és a kopogtatásról is talán kiderül az, hogy inkább műanyag, mint fém. Viszont a zsanérok azok más hangot hallatnak kopogtatásnál, és arról kimerem jelenteni, hogy alumínium, vagyis fémből készült. A fedlapon már látszik is egy kis korc, egy kis koristolás, ami könnyedén összeszedhető, hogyha nem figyelünk oda. Van még itt egy Dell logónk, és egyébként egy ilyen szép formát kapott lekerekített sarkokkal, nem éles sehol, a szélei is kicsit ilyen tompább szélnek mondhatók. Teljesen praktikus és jól kinéző gépről van szó. Hogyha megnézzük az alját, akkor lesz rajta egy jó nagyméretű, hosszú szellőzőrács. Itt van kettő sztereó hangszóró elhelyezve, és kettő darab gumírozott csíkot itt elhelyeztek a gépnek az elején, valamint itt a zsanéroknál is egy-egy gumicsík kicsit megemeli a készülékházat, valamint a csúszást is fogja nekünk gátolni. Itt van még egy Inspiron felirat, és egyébként egy külön videóban megmutatom, hogy hogyan lehet kicserélni mondjuk az aksit. Pár csavar eltávolítása után viszonylag könnyedén leszedhető a fedlap, és hozzáférhetünk az aksihoz, valamint a további bővítési lehetőségek is adottak lesznek. Ha megnézzük a rajta található csatlakozókat, akkor itt találunk egy tápcsatlakozót, egy első generációs USB 3.1 Type-C csatlakozót, ami egyben mini DisplayPortként is üzemelhet, egy HDMI 1.4B szabványú csatlakozót, kettő darab első generációs USB 3.1-es Type-A csatlakozót, vagyis a klasszikus USB csatlakozó méretet kapunk kétszer, valamint egy combo audio jack dugót. Az elején egy kis bemélyedés lesz csak, ahol a felnyitást segítik, de ezt majd később. A jobb oldalán pedig kapunk egy Kensington zár csatlakozást, valamint egy USB 2.0-as portot és egy nagyméretű SD kártyaolvasót is. A hátulján három darab szellőzőnyílás lett elhelyezve, itt a zsanérok mögött is van még kettő darab nagyméretű szellőző rács, amit majd mindjárt a felnyitás után mutatok, és ahogy már említettem, itt fémből készültek ezek a zsanérok, amire szükség is lesz, mert hogyha sokat kihajtogatjuk teljesen 360 fokban, vagy akár kisebb fokban, akkor eléggé igénybe vannak véve ezek a zsanérok, úgyhogy a tartóság az remélhetőleg adott lesz hosszú távon is. Ez az Inspiron 54-82-es gép háromféle processzorral vásárolható meg, az i3-tól az i7-ig, az enyémben, vagyis hát a tesztkészülékben egy i5-8265U-s processzor lett elhelyezve, ami 4 magos és 8 szálon működik. Az alapóraja frekvenciája 1,6 GHz, a turbo módban ez akár 3,9 GHz-re is feltornázható, valamint 6 MB-os gyorsítótárral rendelkezik ez a processzor. Szóval egy kellően jó teljesítményt fogunk kapni a processzor által, otthoni vagy akár komolyabb használat esetén is. Ha a méreteit tekintjük, akkor a szélesség az 328 mm, a mélysége 232,8 mm, és a legvastagabb pontján 19,74 mm-t mérhetünk, és ezek a gyári adatok is. A kezdő súlya az pedig 1,7 kg, ami nem mondható könnyűnek, ez csak növekedni fog a felszereltségtől függően egyébként.
A kijelző felnyitása mindenképpen kétkezes folyamat, ez visszavezethető a viszonylag nagy kezdősúlyra, valamint a rögzítési módra. Remélhetőleg a Dell azért döntött ilyen nehézkes felnyitás mellett, hogy a pántok azok strapabírók és hosszú távon is jól működők legyenek, és nem fog idő előtt tönkre menni, vagy eltörni akár a két pánt közül az egyik, vagy akár mindkettő. Szóval, hogyha kihajtogatjuk 360 fokban, akkor bízom benne, hogy egy tartós rögzítési megoldást kaptunk. Felnyitás után, ami egyből látható, az a koszolódó üveg felület, valamint az, hogy mennyire tükröződik a kijelző. Ez majd a bekapcsolás után lesz igazán látható, még a fényerővel sem nagyon lehet kompenzálni, legalábbis kültérben vagy nagy fényviszonyok között. A kijelző egyébként egy 14 hüvelykes Full HD felbontású IPS paneles LED háttérvilágítású érintőképernyő és jellemzően 220 nites. Itt alul van egy Dell logónk, amivel egy kb. 3 centis sáv el is veszett a képernyő alján. Fölül kapunk egy HD webkamerát beépített mikrofonnal, és a szokásos harmadszori megkopogtatás itt a zsanairoknál, amik fémből készültek, és hogyha áttérünk a hűtésre, akkor itt a másik terület, ami nekem személy szerint nem tetszik, mert ugye már mutattam, hogy hátul lesz három darab szellőzőnyílás, de ahol a meleg levegő kiáramlik, az ez a kettő lesz itt a zsanérok tövében, talán látható a videóban. Ezzel az a probléma, hogyha a klasszikus notebook módban használjuk a készüléket, akkor bizony rá fog menni a kijelző aljára az összes meleg levegő, szóval az ott melegedni fog, és hát nem tudom, hogy hosszú távon ez mennyire lesz tartós. Bár mondjuk a kijelző összetétele és ragasztása, valamint az üveg felület, az talán fogja bírni a strapát, remélhetőleg igen. Hát 3 év garanciát ad rá a gyártó szokás szerint, úgyhogy remélhetőleg semmilyen probléma nem lesz ezzel. Hogy még csöpögtessek egy kis specifikációt, a 310.000 forintos árban benne van egy Microsoft Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer is. Ebben a készülékben van egy DDR4 2666 MHz-es 8 GB-os memóriamodul. Egyébként 2 darab memóriaszlot van benne, és akár 32 GB-nyi memóriát is belepakolhatunk. Van még egy SK Hynix márkájú 256 GB-os NVMe SSD-nk is M.2-es foglalatban, aminek a gyári specifikációja alapján 1600 MB per szekundumos szekvenciális olvasási és 780 MB per szekundumos szekvenciális írási sebessége van. Ez egyébként a mérések alapján be is igazolódik, durván ilyen 1600x800-as írási, vagy olvasási írási sebességet mértem én is, és van még egy bővítő hely, vagy bővítési lehetőség, egy két és feles meghajtót is bele lehet helyezni, ami akár nagy tárhelyű, vagy nagy tárhely növelés szempontjából szükséges merevlemez is lehet, vagy akár egy 2,5 colos méretű SATA 3-as SSD is. Hogyha a grafikus felszereltségre térünk át, akkor a processzorba integrált Intel UHD Graphics 620-szal fogunk találkozni, és ebben a készülékben van egy Nvidia GeForce MX130 és 2 GB-nyi GDDR5 grafikus memóriával, ami akár kisebb felbontású vagy kisebb gépigénnyel bíró játékokkal is meg fog birkózni, de azért olyan nagyon nagy játékélményre nem kell számítanunk a használatával. Hogyha áttérünk a billentyűzet körüli részre, valamint a billentyűzetre, akkor itt is szokás szerint végig kopogtatom. Itt már azért talán hallatszik az, hogy itt már valamilyen fémbeütés vagy fémbevonat került a billentyűzet köré. Erről talán kimerem jelenteni, hogy tényleg alumínium.
és itt a billentyűzet körüli jobb vagy nagyobb igénybevételt azt jobban fogja kezelni ez a felület. A billentyűkről elmondható, hogy cseppálló billentyűzettel van dolgunk, és teljes méretű gombokkal találkozunk, jó billentyű távolsággal, és egyedül csak itt a jobbra-balra főleg gombok lettek kisebbek a szokásos méretű gomboknál. A szokásos funkciógombokat is megkapjuk az audio vezérléshez, multimédiás feladatokhoz, valamint van szerencsére billentyűzet háttérvilágítás, valamint még a fényerőt is tudjuk az F11 és F12 gombok segítségével csökkenteni és növelni. A bekapcsoló gomb az itt lett elhelyezve, és jelöli is egy külön kis matrica, hogy ez egy nem csak egy bekapcsoló gomb, hanem egy új lenyomatolvasó is bele van építve. Ezt majd mindjárt a bekapcsolás után fogjuk látni. Akkor most már tényleg kapcsoljuk is be. Ha megnyomom a bekapcsoló gombot, akkor látható lesz, hogy kicsit lehajtom, hogy billentyűzet háttérvilágításunk is van. Ahogy már említettem, ez kétállású és kikapcsolható. És hogyha bejön itt a Windows 10 logó, akkor fogja nekünk írni a jelszót, de ezt egy érintéssel is fel fogom tudni oldani. Igaz, most csak másodszorra sikerült, de egyébként gyors és tényleg jól működő új lenyomott olvasóról van szó. Ha odaérintem az ujjam, akkor azonnal reagál, és semmi gondot nem tapasztaltam vele. Ez itt a maximális fényerő, ahogy elindult a gép. És hogyha kicsit fény felé fordítom, ha mondjuk ülünk a gép előtt és hátulról kapunk fényt, vagy oldalról, akkor itt a lámpa jó, teljesen belevilágít, de ha csak így félig belelóg, akkor is lehet látni, hogy a tükröződő üveglap a kijelző elején, vagy kijelzőre ragasztva, azért ez zavaró lesz, szóval ezt még a fényerő csökkentésével, növelésével sem tudjuk kompenzálni. Ahogy említettem, most maximális fényerőn van, de hogyha minimálisabb vagy a legkisebb fényerővel próbálkozunk, akkor az kevésnek fog bizonyulni mindenképpen. A vezeték nélküli tulajdonságait is mindenképp meg kéne említeni, van AC, Wi-Fi-nk és Bluetooth 5.0-ánk, és a portok bemutatásánál lehetett látni, hogy az RJ45 Ethernet portot már lehagyta róla a Dell. Egy 3 cellás 42 wattórás 3500 mAh aksival szerelték ezt a gépet, aminek az eltávolítását röviden bemutatom egy másik videóban. Videónézésnél kb. 6 órát, böngészésnél akár 8,5-9 órát is elérhetünk vele, de a gyári leírásban akár 10 óráról is beszél a Dell. Ezt nem nagyon sikerült elérnem, de úgy gondolom, hogy ez a 8,5-9 óra is jó aránynak számít. Ugye az IPS panel biztosítja a tökéletes betekintési szögeket, amikkel nincs is probléma. Ugye a tükröződő felületet már említettem hátrányként, de viszont az érintő kijelző az megjegyzi az új lenyomatokat, de hát melyik nem. De egyébként elmondható róla, hogy jó reagál, gyors, szóval semmi probléma nem lesz vele, és aki ezt szereti, az használni is fogja tudni rendesen. Így a videó végén hallgassuk meg a hangszórók hangzását és teljesítményét. Ugye, ahogy már a videó közben mutattam, itt két oldalt helyeztek el egy-egy darab sztereó hangszórót, amit Max Audio Pro szoftverrel használhatunk ki, vagy állíthatunk be a legjobban. És akkor nyitok egy böngészőt, van itt egy kis beszédhang, aminél hallható, hogy durván doboz hangot produkálnak a hangszórók. A Xiaomi egy 24 megapixeles ellapi kamera. És hogyha hallgatunk egy kis klasszikus zenét, akkor annál a magas hangoknál még jobban ki fog jönni ez a doboz hang, és nagyobb mértékű, akár fülbántó rezonálást is fogunk hallani.
Lehet, hogy ez a videóban annyira nem fog visszajönni, de én azért hallom, hogy néha így túlságosan berezonálnak a hangszórók, a magas hangok hallgatása közben. Szóval ez lett volna a Dell Inspiron 54822 az egyben laptop rövid bemutató videója. Egyébként felszereltségtől függően bruttó 220 és 700 ezer forint közötti árakon válogathatunk a gépek közül. Hogyha valaki 2-1-es gépet akar, akkor mindenképp érdemes rátekinteni. A cikkben még részletesebben leírom az előnyeit, hátrányait, különböző tesztekkel és képekkel illusztrálva, olvassátok el azt is, hogyha van kedvetek. Köszi, hogy megnéztétek ezt a videónkat is, sziasztok!